Éppen azt próbálták ki a Bácskiskó megyei kereskedelmi és iparkamarában tartott mai konferencia vendégei, hogyan lehet szimulátorral gépjármű alkatrészt festeni. A program a Kamara és a Kecskeméti Szakképzési Centrum közös pályaorientációs szakmai konferenciájának kiegészítő eleme volt. Célja felkelteni az általános iskolák pedagógusainak figyelmét, hogy a diákoknak hatékonyabban tudjanak segíteni a pályaválasztásban. Az egyik teremben olyan cégek és iskolák kiállítását tekinthették meg az intézmények vezetői és tanárai, ahová a tanulókat korábban rendhagyó technikaórákon vitte el az iparkamara, és ahová a pedagógusok is elvihetik a jövőben őket egy interaktív látogatásra. Ezeken a helyszíneken a fiatalok megismerkedhetnek a különböző szakmákkal. Sokszor a diákok csak a középiskolában találkoznak először szerszámokkal, anyagokkal. Ezért van szükség olyan rendezvényekre, mint a mai azért kiállt, hogy ebbféle módon közelítsük meg a pályorientációt, és segítsünk nekik abba, hogy kipróbálhassák magukat, kipróbálhassák a kézügyességüket, megismerkedhessenek az anyagokkal, az alapszerszámokkal, átéljék az alkotás örömét, és ebben segít ez a projekt, amelyet már több éve folytatunk. A mai konferencián a résztvevők különböző előadásokon vehettek részt. Betekintést nyerhettek a jövő szakmáiba, a középfokú agrárszakképzésbe, abba, hogy hogyan néz ki a duális képzés a felső oktatásban, illetve meghallgathatták, milyen az interaktív élményközpontú pályaorientáció. Egy jelentős változásról is beszéltek, ugyanis átalakul 2020-ban a középfokú szakképzése rendszere. Akik most februárban jelentkeznek, erre a mostani nyolcadikosok, ők már az új rendszerben kezdik meg szeptembertől a tanulmányaikat. A legszembetűnőbb változás az az, hogy az eddigi szakgimnázium helyett technikumok lesznek, illetve a mostani szakközépiskola, ami három éves képzést nyújtott, ehelyett, ehelyett szakképzőiskolák lesznek. Az eddigi négy éves technikumi képzésből öt éves lesz, vagyis a tanulók egy évvel tovább tanulják a szakmát. A szakképzőiskolában a mostani szakközépiskolákhoz hasonlóan három éves képzés zajlik majd, amely végén szakmai bizonyítványt szereznek a fiatalok.